Köszöntöm a nézőket, rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett meg a kormány még szerdán az ország egész területére vonatkozóan a koronavírus járvány miatt. A legfontosabb híreket, információkat a köztérben megtudhatják, maradjanak velünk. A kormány a belügyminiszter és az operatív törzs javaslatára több szabály is életbe lépett, beutazási tilalmat rendeltek el az Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező polgárok számára. Beutazási tilalmat rendelünk el Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkezőkre. Ezekből az országokból senki nem léphet be Magyarországra, kivéve, hogyha magyar állampolgárokról beszélünk. Magyar állampolgárok esetén viszont, hogyha ezekből az országból érkeznek, akkor hatósági karantént fogunk elrendelni. Ez azt jelenti, hogy hatósági határozat fogja azt előírni, hogy a lakóhelyéről az illető az azt követő 2 hétben nem léphet ki. A szlovén-osztrák határon, tehát schengeni határokon ehhez határellenőrzést kell bevezetni. Ez meg fog történni a lehető leghamarabb. Az ezzel kapcsolatos rendeletek is meg fognak jelenni. Vonatokat, buszokat, repülőket ezekből az országokból leállítjuk. A magyar állampolgárok számára biztosított csak a bejutás az országba. Szankcióval jár az is, hogyha valaki valótlan nyilatkozatot tesz, és a karantén határozatra vonatkozó kötelezettségek megszegése is szankciókkal jár. A másik fontos intézkedés, amelyről a kormány már döntött, hogy intézmény látogatási tilalmat rendelünk el az egyetemeken. Tehát ez azt jelenti, hogy mostantól az egyetemi oktatás csak távoktatás formájában történhet. Sok külföldi hallgató van az egyetemeken, és itt azt látjuk, hogy a 13 Magyarországon diagnosztizált betegből 9 külföldi. Tehát látjuk, hogy a külföldiek körében a megbetegedés veszélye és így a fertőzés veszélye is lényegesen nagyobb. Ennek érdekében azt szükségesnek látjuk, hogy az egyetemeken, ahol nagyon sok a külföldi hallgató, ezt az intézmény látogatási tilalmat bevezessük, tehát az egyetemi épületek be fognak zárni. Az oktatásra a távoktatás formájában van lehetőség. Azt tudjuk mondani, hogy pillanatnyilag európai egészségügyi konszenzus van abban, hogy a megbetegedés a gyermekeknél nem jellemző. A kormány folyamatosan vizsgálja a helyzetet, ha az élet vagy egészségvédelem ezt indokolja, akkor lépni fogunk, de jelen pillanatban az iskolák bezárását még nem tartjuk indokoltnak. Ez a teljes tanév megismétlését és érvénytelenségét eredményezné. Ráadásul még egyszer mondom, hogy a gyermekek a legfiatalabb korosztály a legkevésbé veszélyeztetett, nem jellemző az ő körükben a megbetegedés. A harmadik fontos intézkedés, amiről tájékoztatni szeretném önöket, az az, hogy a 100 főnél nagyobb beltéri és az 500 főnél nagyobb kültéri rendezvények megtartását megtiltjuk. Ez nem gyárakra, működő vállalatokra, irodákra, még csak nem is éttermekre vonatkozik, de szórakozó helyekre már igen, és minden olyan rendezvény, ami a 100 főt fedett térben, vagy zárt térben, vagy az 500 főt szabad téren meghaladja, itt a rendezők, szervezők felelőssége, amennyiben ez zárt térben, akkor az üzemeltető felelőssége, hogy ilyen rendezvények megtartására ne kerüljön sor. A határtalanuló programot felfüggesztjük, a külföldi osztálykirándulásokat megtiltjuk, a diákok nyári 2 hetes nyelvtanulásának bevezetését pedig 1 évvel elhalasztjuk. A technikai rendelkezések is fognak születni szép számmal, amelyek könnyítik azt, hogy olyan jellegű találkozásokra, kapcsolatba lépésekre, kontaktusokra ne kerüljön sor, amelyekre nem muszáj, hogy sor kerüljön. Jelenleg 19 koronavírusos betegről tudnak az országban. A megelőzés érdekében meghozták intézkedéseiket a felsőoktatási intézmények vezetői is. Rektori szünetekkel, illetve távoktatással működik tovább a tanítás, így lesz ez hétfőtől Fehérváron is. A Vörösmarty Színházat is rendkívül érzékenyen érinti a veszélyhelyzet. Március 12-től nincsenek nagy színpadi produkciók az intézményben. Ugyanakkor a munka nem áll le teljesen, 3 produkció próbái folytatódnak. A színművészekre és a színházi dolgozókra azonban most szigorúbb higiéniai eljárások vonatkoznak. Az épület teljesen zárt egységet képez.
Színpadon sötét van, de a falak mögött azonban folytatódik a munka. Három produkció indult volna el, és el is indult. Ez a Mágnás Miska című operett, a Zsótér Sándor rendezte Pelikánban a Népirtás című darab, és a Presznyakov testvérek által írt Csónak, ami stúdió bemutatónk lesz. Hogy ezek az előadások, ezek a produkciók találkoznak-e ebben a szezonban a nézőkkel, a nézőivel, ezt ebben a pillanatban még nem tudjuk. Minden esetre a munka elkezdődött, különleges belső rendszabályok érvényesek most az épületen belül, különleges járványügyi, higiéni és eljárásokat betartva folyik a színészekkel a munka, de nagyon zárt körben. Minden esetre szeretnénk ezzel valamiképpen demonstrálni azt, hogy az élet nem állt meg. A produkciók felfüggesztődtek, a közönséggel való érintkezést felfüggesztettük, de bízunk, hogy nagyon rövid időre. Melyek azok a darabok, amelyek nem kerülnek színre ebben az időszakban? Ennek nagyon hosszú lenne a felsorolása, mert inkább csak számot tudok mondani, ami a mi számunkra meglehetősen sokkoló. Ha a szezon végéig nem nyithatunk ki, és mondjuk meg őszintén azért a pakliba ez bőven benne van, akkor 94 előadásról beszélünk. Ebben 60 ifjúsági és felnőtt előadás, 14 gyermekelőadás és 20 kamaraszínházi és Pelikán bérleti előadás van, tehát óriási szám az, ami itt fenyegetően tornyosul a fejünk fölött. Hogy ennek a pótlása hogyan valósul meg, az alapvetően attól függ, hogy mikor oldja fel majd a kormány a vészhelyzetet. Cserpalkovics András polgármester pedig a várost érintő módosításokat jelentett be. Többek között átmenetileg szüneteltetik a nyitott tornatermek programsorozatot, bezárt az úszoda, és mindenkit arra kér az önkormányzat, hogy tartsák észben a lakók a prevenció fontosságát. Egyelőre nincs olyan ajánlás, ami az iskolák, óvodák, bölcsödék bezárását érinteni. Azonban a közelgő rendezvényekkel kapcsolatban fontos döntés született. Első ütemben a sportmajárisig minden a meghatározott látogatószám fölötti rendezvényt lemond az önkormányzat. Most elsősorban azt tartjuk fontosnak, hogy az operatív törzs ajánlásait folyamatosan betartsuk, és az elszükséges adott esetben előkészítő munkákat, vagy éppen döntéseket meghozzuk, illetve értékeljük a tegnapi kormánydöntést, és azt a kormányrendeletet is, ami mindegy, azt hiszem talán éjfélkor hatályba is lépett, és aminek a rendelkezéseit természetesen az önkormányzat be fogja tartani. Így hoztuk meg azokat a döntéseket, amik akár rendezvényekkel kapcsolatosak, akár létesítményeket érintenek, akár bármilyen módon a mindennapokban változást eszközölnek. Egészen biztos, hogy ma is figyelemmel fogjuk kísérni az operatív törzs ma majd bejelentendő délutáni ajánlásait, és megnézzük, hogy abban lesz-e olyan, ami szükséges intézkedést jelent az önkormányzat részéről. Amire szeretném felhívni a figyelmet, az a higiéniai szabályok betartása, ez most talán a legfontosabb, illetve annak a betartása, hogy ha lehet, akkor most tényleg halasszuk el a külföldi utakat, legyen az hivatalos út, legyen az magánút, most nem ennek az időszakát éljük, az igazi felelős hozzáállás és biztonság az, ha ma itthon maradunk, és megvárjuk ennek a járványnak a végét, mert szeretnénk elérni, hogy ez a lehető legkevésbé érintse a helyi közösséget, ez viszont biztos, hogy erre az összefogásra szükség van. Ugye tudjuk, hogy akik az érintett országokból tértek haza, ott már a karantén elrendelésével kapcsolatos intézkedések is meg kellenek, hogy történjenek. Ugye ez a hatóság által elrendelt intézkedés már, itt állami szervekről van szó, viszont ez az önkormányzatra is feladatokat fog róni. Itt folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Helyi Védelmi Bizottsággal, annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat az önkormányzat el tudja látni. Szeretném aláhúzni, hogy természetesen a védekezésnek, megelőzésnek, tájékoztatásnak semmilyen anyagi korlátja nem lehet, a szükséges források a költségvetésben rendelkezésre állnak, de ha akár átcsoportosításról kell intézkedni, azt természetesen meg fogom tenni. Több tájékoztatót megtartottunk, találkoztunk a legnagyobb foglalkoztatókkal, úgy látjuk, hogy ők a különböző, különösen a külföldi utakat érintő korlátozásokat már korábban bevezették, és ők is
a saját munkavállalóik irányába azzal a kéréssel fordultak már napokkal ezelőtt, hogy aki pedig külföldről tér haza, az ezt a 14 napot várja ki otthon nyugalommal, akkor is a tünetmentes, mert ezzel tudjuk azt biztosítani, hogy a megelőzésben előre tudjunk lépni. Találkoztunk a nyugdíjas klubok vezetőivel, és számukra adtunk egy tájékoztatót a helyzetről, illetve megfogalmaztuk azt a kérést, mint a legérintett és legveszélyeztetettebb életkorban lévő emberekről és társadalmi közegről beszélünk a 60 év fölöttiek tekintetében. Ha lehet, akkor a közösségi rendezvényeiket, klubrendezvényeiket a következő hetekben ne tartsák meg, a kirándulásokat halasszák el, és a lehető legkevesebbet legyenek nagy társaságban, nagy közösségben, és azzal fogunk egyébként a nyilvánosság elé lépni, hogy kérünk mindenkit, gyermeket, unokát, hogy most segítsük a nagyszülőket, szülőket, akár a bevásárlásoknál, akár egyéb ügyintézésnél, hogy a lehető legkevésbé tegyük ki őket annak a veszélynek, ami őket érintheti talán a leginkább. És talán még az ügyintézésről annyit, hogy szerintem nagyon fontos döntés a kormány részéről, hogy most lejáró okmányok meghosszabbítását sem kell most megtenni. Ez is azt a célt szolgálja, hogy mindig kevesebbet tartózkodjunk nagy közösséget, nagy embertömeget megmozgató helyen. Tehát itt egészen konkrétan az esetleges lejáró személyi okmányok, vagy a gépjárművekhez kapcsolódó okmányok esetében sem kell most meghosszabbítani, hanem majd ennek a helyzetnek a feloldása után még 15 nap rendelkezésre fog állni, hogy ezt meg lehessen tenni. Mi az ügyfélszolgálatunkról is ki fogunk adni egy olyan tájékoztatást, ami pedig önkormányzati okiratokat jelent, mik azok, amiket majd postai úton is lehet intézni, tehát megint csak nem lesz adott esetben szükség, hogy valaki bejöjjön a Kossuth utcai ügyfélszolgálatra. Abban kérem mindenki közreműködését, hogy itt a helyzet az viszonylag gyorsan változik, újabb és újabb döntések, intézkedések történnek, hogy ezt mindenki kövesse nyomon, és kérek mindenkit nyomatékosan, hogy vegyük ezt most komolyan. Látjuk, hogy mi zajlik Nyugat-Európában, jó lenne ezt megelőzni, jó lenne ezt elkerülni, de ez csak akkor megy, ha fegyelmezetten ezeket a feladatokat végrehajtjuk, és előírásokat pedig betartjuk. A kormány javaslat ellenére végül iskolákat nem zárhatott be, sőt kifejezetten már megtiltotta, hogy helyi szinten ilyen szünetet elrendeljenek. De mi a helyzet a bölcsödékkel, meg az óvodákkal, hogy itt az önkormányzatnak van-e ráhatás, illetve van-e tervben olyan, hogy ezeket mondjuk helyi szinten bezáratni? Van ráhatása, hiszen itt mi vagyunk a fenntartók és a működtetők. Mi az elmúlt 2-3 hétben is azt a gyakorlatot követtük, és ezt szeretnénk ebben a kérdéskörben is követni a következő időszakot tekintve is, hogy mindig az operatív törzs ajánlásait vesszük figyelembe. Miután egyelőre nincs olyan ajánlás, ami akár az iskolákat, akár egyéb oktatási, ebben az esetben óvodai, bölcsődei szektort érintő korlátozásokat tartalmazna, ezért mi a folyamatos fertőtlenítés, tisztítás mellett, az utazások, kirándulások lemondása mellett egyéb korlátozó intézkedéseket nem vezettünk be, és nem vezetünk be. Értelemszerűen ez abban a pillanatban változni fog, hogyha az iskolákat érintően akár az operatív törzs, akár pedig a kormány ajánlásokat fogalmaz meg, vagy éppen korlátozó döntéseket hoz, értelemszerűen azt ki fogjuk terjeszteni az óvodákra és a bölcsödékre. De ameddig ilyen nem történik, addig úgy gondoljuk, hogy mi sem fogjuk ezt meglépni. Ugye nem elfelejtve azt, hogy nyilván nagyon-nagyon fontos az egészség, nagyon fontos az is, hogy a családok fel tudjanak készülni adott esetben ilyen helyzetekre, hiszen nyilván a szülők dolgoznak, adott esetben meg kell azt oldanunk, hogy hogyan és milyen módon fogja tudni ki családilag is ezt a helyzetet megoldani. Ma nincsenek ilyen korlátozó döntések, emellett én mindenkit arra kérek, hogy ezért gondolkodjon azon, hogyha mégis lesz, hiszen a környező országokban is azért számos ilyen korlátozást látunk már, akkor mit fog tenni, mi lesz az, ami családként, szülőként, felelős szülőként meg fog lépni. Egyúttal szeretném itt nyomatékosítani azt, hogy a külföldi utazás részben tilalma, részben pedig ajánlás az egy komoly dolog. És ezt azért mondom, mert az elmúlt napokban is hallottunk még mindig olyanokról, akik úgy gondolták, hogy nekik most el kell menni sítáborba. Szerintem most nem kell elmenni sítáborba. A gyógyszertárakra vonatkozóan is fontos szabályozások születtek. A szakemberek hangsúlyozzák a gyakori kézmosás és fertőtlenítés fontosságát. Vannak változások, illetve ugye újabb szabályok. Az egyik ilyen, hogy az egészségügyi dolgozók csak miniszteri engedéllyel mehetnek külföldre például, tehát nem hagyhatjuk el az országot. Illetve ami várható, hogy például
a patikában ezek az aláíró tollak, hogy nem kell aláírni majd a felirási igazolásokat, vényeket, illetve azt javasolják a betegeknek, hogy mondjuk több havi mennyiség, aki krónikus beteg, és ugyanazt a gyógyszert szedi, hogy mondjuk a három havi mennyiséget írja föl, és mondjuk ha lehet, kevesebbszer jöjjön a patikába. Hogy áll a helyzet most a fertőtlenítőkkel, maszkokkal? Lehet-e kapni, és ha nem, akkor esetleg ugye az is elhangzott több helyen, hogy a szappanos kézmosás is ugyanolyan hatékony lehet. Mi az, ami elmondható erről? Nem kapható, tehát maszkot, fertőtlenítőt csak néha-néha kapunk, és akkor az villámgyorsan el is fogy. Tehát nem tudom, mekkora mennyiség kellene ahhoz, hogy folyamatosan tudjuk készleten tartani. És van olyan a WHO által kiadott recept, ami alapján készítünk kézfertőtlenítőt, de hát annak az egyik az alapanyagát, az alkoholt is most elég nehéz beszerezni, úgyhogy ezzel is kicsit problémák vannak, de reméljük azért ez megoldódik. Mennyire nőtt meg a gyógyszertár forgalma? Illetve gyógyszertárak? Nem tudom, tehát sokan jönnek, szinte minden nap többen, akik gondolom végigjárnak az összes patikát, szájmaszk, fertőtlenítő és egyéb ügyekben, de hát ők nem vásárolnak, de viszont rengetegen vannak, sokan jönnek. Tehát a szappanos kézmosás, tehát azt nem mondanám, hogy ugyanolyan tökéletes, de a lényeg az, hogy kicsit elfeledkeztünk erről, hogy célszerű többször kezet mosni, tehát ha az ember mondjuk egy olyan tömegközlekedési eszközön mondjuk kapaszkodókat fogott, vagy bármilyen eszközt, mielőtt a szájához, orrához, szeméhez nyúlna, vagy bármi étkezés előtt mindenképpen célszerű megmosni. Tehát naponta többször mossunk kezet. Vannak ezek a fertőtlenítő kendők, amivel esetleg szokták javasolni áttörölni azokat a tárgyakat, amikhez gyakran nyúlunk. Mennyire javasolt ezt gyakran tenni? Hát, mondjuk naponta 20 nem biztos, hogy kell. Egyáltalán beszerezhető, vagy tud valaki ilyen kendőt. Mondjuk azt, amit folyamatosan használnak, mert akkor le lehet mondjuk egy-egy ilyen kendővel törölni, mondjuk a telefont, vagy mondjuk itt mi a kilincseket például, amit a bejárati ajtó kilincseit szoktuk minden nap. Mert hogy ugye azon mindenki megfogja. Az EMMI által március 13-án életbe lépő e-recept kiváltásra vonatkozó rendeletről is döntés született. Péntektől bárki kiválthatja hozzátartozója, barátja, ismerőse gyógyszereit. Azonban mielőtt a patikákban kötnénk ki, a vírus esetleges terjedésének megakadályozásáért akár mozgással is tehetünk. A biciklizés nem csak egészséges, hanem a tömegből is kiszabadít. A kormány által bevezetett veszélyhelyzettel egy időben a kerékpáros klub biciklizésre bíztat a tömegben terjedő koronavírus elkerülésére. A kerékpáros klub szeretne most a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet miatt még több embert biciklizésre bíztatni. Ugye a vírus akkor terjed legjobban, hogyha tömegben vagyunk, hiszen átadjuk egymásnak még akkor is, hogyha nem tudunk arról, hogy betegek lennénk. Nagyon sokáig lappang a vírus, tehát ez nehéz is kiszámolni, hogy hol lehet elkapni, de az a lényeg, hogy el kell kerülni a tömeggel járó helyeket. Úgyhogy szeretnénk most mindenkit arra biztatni, főleg így tavasszal, hogy a biciklizést próbálja ki a mindennapokban is, hogyha megteheti, és nagyon sokan megtehetik egyébként, sokkal többen, mint gondolnák, mert hogy ez egy szabad levegőt biztosító, egyébként is az immunrendszert sokkal jobban erősítő közlekedési eszköz, feldobja a napot is, hogyha valakinek most a munkahelyére nem szabad bevennie, és már egy kicsit kezdi megunni a dolgait, akkor a napi testmozgás föl tudja pezsdíteni a vérkeringést, meg akár még agyat is. Úgyhogy a bicikli az egy nagyon jó eszköz lehet, nem csak arra, hogy gyorsan időben érjünk el bárhová, ahová szeretnénk, hanem elkerüljük a fertőzés veszélyt is. A koronavírus terjedése azonban a sportra is nagy hatást gyakorol. Ennek negatívumairól már Szabados Gábor sportközgazdász beszélt a Fehérvár Televíziónak. Igazából megbecsülni még nem tudjuk, hiszen nem tudjuk, hogy meddig fog tartani, milyen további következményekkel fog járni, és egyáltalán hova fut ki ez a történet, de hogyha valami csoda folytán, holnapra eltűnne a földről a koronavírus, és holnaptól minden úgy menne tovább, ahogy régen ment, már akkor is azt mondhatnánk, hogy nagyon komoly gazdasági károkat szenvedett a sport. Tehát nagyon sok olyan sportszervezet, elsősorban sportegyesület van, amelyik nagyon komoly bevételektől esett el, amiatt, hogy zárt kapuk mögött kellett mérkőzést rendeznie, nem tudtak mérkőzéseket rendezni, olyan események maradtak el, amelyek nagyon komoly
bevételt generálnak, sőt olyan események, amelyekre nagyon komoly befektetésekkel készültek a rendezők. Tehát gondoljunk itt mondjuk ugye Formula 1-es nagydíjakra, ami a kínai nagydíj ugye biztosan nem lesz, meg valószínűleg a vietnámi is elmarad, ami ráadásul egy új nagydíj lett volna, tehát erre ugye nagyon komoly befektetésekkel készültek a szervezők. Tehát ebben az értelemben már az látszik, hogy már most nagyon komoly gazdasági hátrányok értek sportszervezeteket. Kijelenthető, hogy most figyelembe véve ugye a jövőbeni változtatásokat, például azt, hogy az olasz bajnokságban ugye egyáltalán nem rendeznek mérkőzéseket, lesznek olyan sportszervezetek, olyan egyesületek, amelyek akár a fennmaradásukat is kockára tették azzal, hogy ezeket az intézkedéseket betartják, nyilván nincsen más választásuk, de azok a nagyobb egyesületek, ugye most a Juventus-Inter mérkőzés például zárt kapuk mögött zajlott, ez egy több millió euró bevétel kiesés a Juventus számára. Ugyanígy ugye a hétvégén a Dortmund-Schalke mérkőzés, ugyanígy zárt kapuk mögött szintén egy több millió eurós bevétel kiesés. Most ugye nyilván a legnagyobbakat mondtam, de a kisebb csapatoknál, még a kisebbek is az összegek, az ő költségvetésükben ez akár nagyobb részt is kitehet. Tehát mindenkinek ez egy nagyon komoly érvágás. A zárt kapu önmagában egyébként a kisebbik rossz, ezt azért is kérdezem, mert a magyar sportban egyelőre úgy tűnik, hogy inkább ezt az utat követik, vagy pedig ez önmagában azért elég lehet, hogy tönkretegye a sportgazdálkodást? Annyiból a kisebbik rossz, ugye, hogyha a televízión keresztül lehet követni a mérkőzéseket, akkor legalább azok a bevételek, amelyek a televíziós jogdíjakból folynak be az egyesületek és a szövetségek számára, azok megmaradnak, hiszen ott a szolgáltatást tudják biztosítani, tehát csak a jegybevételek maradnak el. Ez is nyilván egy komoly kiesés, de legalább a bevételek egy részét meg lehet menteni, és maga a sportszakmai élet sem szenved akkora hátrányt, mint ha teljesen le kellene állítani bajnokságokat, ami egyébként sok bajnokság esetében meg is történt. Nyilván a magyar bajnokságok és egyesületek esetében is ez volt az egyik szempont, és hát az, amit ugye azért be kell látni, mivel nálunk nem olyan méretben járnak nézők mérkőzésekre, például labdarúgó mérkőzésekre, itt a jegybevétel akkora részt nem tesz ki a költségvetésekből, tehát olyan komoly gazdasági problémát nem okoz, de itt nem csak a konkrét bevételekre kell gondolni, hanem arra az imázsveszteségre, presztízsveszteségre, amit a sport elszenved azáltal, hogy akár szurkolók fordulnak, dúhatnak el a sporttól, mert csalódottak, mert nem tetszik nekik az, ami a sportban zajlik. Az egyik példa is gyakorlatilag eddig az egyetlen az Erste Liga, amet ugye a Magyar Hoki Bajnokság, Nemzetközi Hoki Bajnokság, amelyet konkrétan felfüggesztettek, tehát bejelentették, hogy nem lesz vége ennek a szezonnak. Ez mekkora károkat okozhat valójában egy ilyen még egy kicsit talán friss és új keletű vállalkozásnál, részben gazdaságilag, részben pedig a brand építést tekintve. Nyilván soha nem jó, hogyha nincsen befejezve egy bajnokság, és félbe kell hagyni, és az, hogyha majd fellapozzuk a sportévkönyveket, akkor valószínűleg nem ez lesz az egyetlen olyan bajnokság, ahol majd azt látjuk, hogy 2020-ban vagy nem volt bajnok, vagy valamilyen módon hirdettek bajnokot, de nem a pályán dőlt el végül a bajnoki cím. Természetesen ez nem jó, ez egy komoly imázsveszteség, és nyilván főleg egy olyan márka esetében, amit most építenek fel, ugye nemrég főszponzort is váltotta a liga, tehát ilyen értelemben még az imás építés elején jár. Természetesen ez nem jó, de azt gondolom, hogy ezek olyan helyzetek, amikkel nyilván együtt kell élni, és azért az feltételezhető, mert nyilván én is mondtam az előbb is, hogy ez milyen komoly presztízsveszteség a sportnak, és szurkolók fordulhatnak el, azért a szurkolók is nyilván jelentős többségük az tisztában van a helyzettel, tehát ilyen értelemben nem hibáztatja az egyesületeket, szervezeteket, de természetesen arra fel kell készülni, hogy adott esetben szurkolókat is elveszíthet ezáltal egy-egy sportág. És hát nem tudjuk még, hogy hol lesz a vége. Gyakorlatilag idén rendeznék a világ két legnagyobb nézettséget tekintve közönséget vonzó sporteseményét, ugye a labdarúgó Európa bajnokságot és az olimpiát. Ez utóbbi kapcsán még egyelőre csak találgatások vannak, de már hangzott el illetékes részéről is, hogy halaszthatják a tokiói olimpiát. Ez véleménye szerint előfordulhat-e, és milyen következményei lennének Japánra nézve, az olimpiai bizottságra nézve, az olimpiai mozgalomra nézve?
Nyugodtan mondhatjuk, hogy napról napra, sőt szinte óráról órára nagyobb az esélye annak, hogy a tokiói olimpiát az eredeti időpontban, az eredeti helyszínen nem fogják megrendezni, tehát hogy ez valamilyen módon csúszni fog. Azt gondolom, hogy a legreálisabb forgatókönyv az, hogy valamikor később rendezik meg, akár az idei év későbbi részében, akár jövőre, vagy két év múlva, nyilván ahogy a versenynaptárba ez beilleszthető, mert az mindenképpen komoly problémát jelent, hogyha ugye utólag át kell alakítani versenynaptárokat. Ugye ez azért is ez lenne a legjobb megoldás, mert a japánok ugye nagyon komoly befektetéseket eszközöltek az olimpiába, az olimpia rendezésbe, infrastruktúrába, létesítményekbe és egyebekbe. Tehát ilyen értelemben az nekik egy óriási veszteség lenne, hogyha egyáltalán nem tudnák megtartani az olimpiát, viszont azzal, hogyha később tartják meg, azzal nagyjából ezeket a veszteségeket azért vissza lehetne hozni, tehát mégiscsak a befektetést azt fel tudnák használni. Nyilván ez akkor is fontos, hogyha egyébként tudjuk, hogy egy olimpiát úgy kell rendezni, hogy akár azért is megérje létrehozni az infrastruktúrát és a létesítményeket olimpia nélkül is, mert utólag is nekünk arra szükségünk van és használni akarjuk, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy gazdaságilag az egy nagyon komoly veszteség lenne, ha nem lehetne olimpia, tehát már csak ezért is az a reális forgatókönyv, hogy ezt valamikor később rendezzék meg. A vírus terjedése a sportélet mellett a turizmusnak sem tesz jót. Székesfehérvár turizmusa sem kerülheti el azt a helyzetet, mondhatni azt a krízis helyzetet, amiben Magyarország és mondhatni az egész világ turizmusa került, és kerülni fog az elkövetkező időkben. A lemondások napról napra változnak. A tegnap még kimondott 18%-os arány mára már egész más mutat. Óráról órára látszik, hogy a szálláskapacitás kihasználtsága nagyjából az előrejelzések szerint húsvét idejére minimálisra fog csökkenni. Itt az ágazat túlélése gyakorlatilag azon múlik, hogy milyen gyorsan zajlik le a folyamat, és milyen gyorsan lehet aztán megkezdeni utána az építkezést. Nagyon fontos kérdés, hogy van-e olyan terv, ami nyilvánvalóan tudjuk ugyanakkor, hogy itt még Magyarországon el sem kezdődött, de vannak-e megelőző intézkedések? A megelőző intézkedések gyakorlatilag a kormányzat által előírt megelőző intézkedéseket foglalják magukban. Az ágazati szektor túlélésére, megsegítésére igen, maguk a szereplők is tesznek lépéseket, illetve indítványoznak különböző javaslatokat. Ennek a feladata jó részt a kormányzat, illetve helyenként az önkormányzat lesz, akik tudnak ebben segíteni a túlélésben, hiszen vannak ennek a szektornak olyan szereplői, akik nem biztos, hogy néhány hónapos krízis. Az óvintézkedéseket a kormányzati álláspont szerint természetesen mindenki megteszi. Az ágazati szektor szereplői maguk próbálnak megoldásokat keresni, akár helyben, akár országos, nemzetközi szinten. Éppen már a Viradóra jelent meg a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatójának interjúja, amelyben egy 7 pontos javaslatcsomagot terjesztett elő az ágazati szektor megsegítésére. Amit mi tehetünk mindannyian Magyarországon és itt helyben is, hogy megpróbáljuk ezt az időt kihasználni arra, hogy felkészüljünk a válság utáni forgalomélénkítő kampányra, előkészítsük, megszervezzük azokat a háttérmunkákat és tennivalókat, amire talán éppen a forgalmas időszakban nincsen idő. A vírus miatt a templomokban is változás lép be. Változik a liturgia a szentmiséken. Milyen átéreztük azt a nagyon különös és veszélyes helyzetet, amiben az ország van, és amelyben tulajdonképpen az egész világ is belesodródott. Örülünk annak, hogy felelős vezetők irányítják az országot, és gondoskodnak mindannyiunk egészségének védelméről. Az egyház velük összefogva az ő rendelkezéseik értelmében, és a saját feladatait mélyen átérezve, az emberek iránt felelősséget vállalva döntött arról, hogy a szentmiséket úgy tartjuk meg, hogy a béke köszöntést nem adjuk át készfogással, hanem arra kértük a híveket, hogy inkább csak egymás felé fejet hajtva, bólintva
közöljék egymással, jelezzék egymásnak ezt a békeszándékot. Arra kértük őket, hogy amikor szentáldozáshoz jönnek, akkor ne a nyelvükre kérjék a szentostját, hanem úgy, ahogy ezt régen az első keresztények is tették, kézre kérjék, kezükbe kérjék, és úgy vegyék magukra ott az áldoztató pap előtt a legszentebbet, az oltári szentséget, és kérjük azt is, hogy egymással a érintkezést azt a minimálisra próbálják csökkenteni. Ezt kérjük az intézményeinkben is, az iskoláinkban is, és azt, hogy a vonatkozó elírásokat tartsák meg. Én nagyon örülnék annak, hogyha sikerülne azt elérni, hogy a szentmiséken a persejezés az nem a megszokott helyen lenne, hanem a szentmise végén esetleg a templom ajtóba állnának meg a minisztránsok, akik adományt átveszik, és ott tudnák a hívek átadni, hiszen az nem szerencsés dolog, hogy áldozás előtt felajánláskor a pénzt fogják, és utána mennek azzal a most már pénzes kezükkel, amiért elvileg ugye fertőző lehet, azzal mennek az oltári szentségért. Nagyon fontosnak érzem, hogy a munkahelyeken, például itt a püspöki hivatalban is legyen alkalom arra, hogy megfelelő módon tudják a kezüket fertőtleníteni, akik bejönnek, vagy akik itt dolgoznak időről időre, ezt meg tudják tenni. Kihelyeztünk papírtörülközőket, hogy azt használják, kézfertőtlenítőket minden irodában, minden helyiségben, és van egy automata kézfertőtlenítőnk is, ami minden bejövő számára, mint egy kvázi kötelező ajánlott, hogy amikor bejön, fertőtlenítse a kezét, és ha akarja, amikor kimegy, akkor is ezt természetesen megteheti. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy aki betegnek érzi magát, aki nem egészen jól érzi magát, az felelősen gondoljon, ne csak önmagára, hanem a többiekre is, ne menjen a közösségbe, keresse föl az orvosát, és csak a teljesen egészséges emberek jöjjenek el a szentmisére. Amikor beteg valaki, annak nincs kötelezettsége szentmise hallgatásra, szentmisén való részvételre, nyugodtan maradjon otthon, ezzel nem követel semmiféle bűnt, sőt azt gondolom, hogy bűnt az követel, aki magát rosszul érezve, magában érezve, hogy ahogy mondani szoktuk, lappang valami, mégis elmegy a közösségbe, és esetleg megfertőzi a többieket. Ha felelősen gondolkodunk, akkor egymásért és magunk egészségéért is sokat tudunk tenni. A bíboros prímás egy szép imádságot írt, amit ajánl imádságra. Ezt ajánlom a híveknek, akár úgy, hogy a szentmisében elmondják, akár úgy, hogy idősek otthon, a magányos otthonukba, vagy a család esti imádságában ezt elmondhatja, amelyben kérjük ennek a járványnak a elmúlását, kérjük a megszabadulásunkat ettől a veszélytől. Pénteken újabb 3 személynél állapítottak meg koronavírus fertőzést. Hazánkban jelenleg 19 fertőzöttet tartanak nyilván, közülük 9 iráni, 1 brit és 9 magyar állampolgár. Az operatív törzs tájékoztatása szerint továbbra is egyedi esetek vannak, a gócpontok kialakulásának a megelőzése a cél. A határlezárások, az ellenőrzések megkezdődtek, eddig több mint 11 ezer polgárt ellenőriztek, 166-nál rendeltek el házi karantént, 204 főnek pedig nem engedték az országba lépést. Március 13-ától életbe lépett, az e-receptek kiválthatóak felírási igazolás nélkül is. A gyógyszer kiadható annak, aki megmondja a beteg tajszámát és saját személyazonosító adatait igazolja. A koronavírus járvány miatt bizonytalanná vált a Giro d'Italia kerékpárverseny idei májusi megrendezése. Az már most biztos, hogy Magyarország nem rendezi meg az első 3 szakaszt és a nagy rajtot. Erről adott tájékoztatást Révész Máriusz kormánybiztos közösségi oldalán. Mint írja, a súlyos járványügyi helyzet miatt nem lesz lehetőség a magyar szakaszok megrendezésére. A magyar partnerek egy csütörtöki videokonferencián jelezték, hogy az eredeti időpontban nem rendezhető meg Magyarországon a Giro, de abban egyetértettek, hogy egy későbbi időpontban nálunk legyen a rajt. A Magyar Jégkorong Szövetség pénteken tette közzé honlapján, a jelenlegi helyzetben mindent megtesz a játékosok, szakemberek, játékvezetők és egyéb közreműködők, valamint a szülők és hozzátartozók egészségének megőrzéséért és védelméért. A koronavírus terjedése elleni védekezés elősegítése érdekében az MIS főtitkára úgy határozott, hogy a versenyrendszer keretében megrendezésre kerülő valamennyi utánpótlás női és amatőr bajnokság további mérkőzéseit azonnali hatállyal törli. Az MIS a sportszervezetek számára nem javasolja csoportos edzések megtartását sem szárazon, sem pedig jégen.
Péntek délután 7 párti egyeztetést tartottak a parlamenti frakciók, megállapodtak abban, hogy indokolt az iskolák bezárása. A pártok azt kérték, hogy az intézményeket lehetőleg hétfőtől zárják be. Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, 24 órán belül megszületik az erről szóló döntés. Kedves nézőink, a mai köztérben a koronavírus járvánnyal foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!